Az elmúlt hónapokban egy 15 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból és 1 millió forint adományból valósult meg csikostöttösi Szentháromság templom korszerűsítése. A szentelési szertartást Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök, a Pécsi Székesegyház plébánosa, valamint Kovács Ferenc helyi plébános celebrálta. Fontos minden támogatás, a magyar kormánynak a támogatása is, amit módszeresen egy program szerint juttatnak a különböző vallási közösségeknek, és hát az a szerencsés itt ebben a mostani helyzetben, hogy más támogatók is akadtak, tehát más is hozzá tudott járulni. A püspöki helynök hozzátette, a Pécsi Egyházmegyében sok közösség van, mely apró falvakban él. A jelentős részük saját forrásból nem tudja megvalósítani a templomaik felújítását. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól nem egyek kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Azt mondta, a mostani nehéz helyzetben kiemelten fontos az egyházak közösségépítő és erősítő munkája. Az elmúlt időszakban az egész országban, a Kárpát-medencében is a legtöbb templomot sikerült felújítani. Ez körülbelül 3000 templomot, illetve egyházi közösségi teret jelentett. 200 új templomot is ezek közül építettünk, és én azt gondolom, hogy ezáltal hozzájárultunk ahhoz, hogy a közösségeinket, egyházi közösségeinket is meg tudjuk erősíteni. Beruházás során megújult a tetőszerkezet, függőereszt alakítottak ki, és felújították a lefolyó csatornát is. Továbbá a homlokzat és lábazati, illetve vakolat javítása, festés és mázolás is történt a csikostöttösi Szentháromság templomban.